Azt hiszem elindult, ja, megy a számláló. Újabb nap, újabb film. Van itt egy karodafa. Nem tudom, mennyire látszik. Meg van egy fűrész. Állvány még mindig nincs, de van operatőr, úgyhogy operatőr. Próbáljuk meg ezt a karodát összevágni. Ezt nem tudom, hogy csak félbe vágjon, vagy három részre. 50 centis is rámegyek az ára. Film forog tovább, itt egy kicsit nagyobb hangszer. Az előbb bemelegítettük, hogy ne roboljuk az időszöket ezzel is. Átadom a operatív kollégának. Megpróbáljuk, hogy ezzel hogy megy. Kicsit beszorított, de elvitte szerintem elég gyorsan. Hát, nem tudom, nem olyan vékony fák. Azt hiszem ez, ha jól emlékszem, ez negyed köbméteres ez a kalib. Tehát most összevágtunk, fél köbméter fát, nem tudom hány perc alatt. Fél. Fél. Kétszer fél perc alatt mondja az operatőr, tehát egy perc alatt összevágtunk fél köbméter fát. Nem is tudom. A többi részt azt nem mutatjuk, az nem olyan izgalmas. Bár nem tudom, hogy behordjuk-e így, vagy összehasítom. Lehet, hogy hasítom, csak azon gondolkodok, hogy van-e azóta új fejszín. Van egy fejszín, amit meg akarok mutatni. Szerintem még lehet, hogy arról csinálok egy rövid filmet. Oké, ez egyelőre ennyi. Na véletlenül találtam. Itt van egy újabb csoda baltát, vagy fejszét, kinek ott tetszik. Nem tudom, látszik, hogy ez azt hiszem, hogy Dönges márkájú. Egy kicsit érdekes a kiképzése. Ez nem hasító fejsze. Hát aki tudja, az majd írja meg, hogy szerintem mi ez. Kik használnak ilyet, hogy mire jó. Megpróbáljuk ezt is. Nem olyan nehéz, körülbelül ez másfél kiló lehet szerintem. Megpróbáljuk ezzel is a hasogatást, mert hát nem múlhat el nap hasogatás nélkül. Nézzük, mondjuk jó nagy ez a fa, de hát ha sikerül. Mondjuk ez jó belemegy, jó mélyen. Nem erre való, de az előbb megpróbáltam, sikerült egyet elhasítanom. Ezen felbúrva próbálom újra. Elfordítom. Nagyon száraz ez a fa amúgy. Száraz is, kemény is. Hát ilyen ez a száraz cserfa.
Hát, hogy be kell menni a kedvenc kaszító fejszínű. Nem, már megfogja a maga. Ezt én megfeleztem. Most jön a negyedel, és csak úgy nem akarom szétudni, hogy fönnmaradjon. Kemény. Ez még keményebb, mint amit te itt Markozon csináltam a méterfa. Vagy le, az nyers volt. Meg lesz. Még egyszer átfordítom. Aztán szerintem ez. Ha jó helyre ütnék, tudom, akkor könnyebb lenne. Hát. Jóval. Nem mindegy, hogy mivel hasít az ember. Kicsit nagyon sikerül. Na, szerintem már tényleg ennyi. Csak azért csináltuk, hogy nehogy valakinek elvonási tünete legyen. Oké, okay, állam.